Szép estét kívánok! Emlékeznek még? 2009 karácsonyán elhatároztuk, hogy minden este lesz egy csepp mese a tévében. Nos, azóta már több mint 100 mesét láthattak a gyerekek a Pillanatok alatt népszerűvé vált sorozatban. Sorra jelentkeztek anyukák, apukák, nagymamák és nagytesók, hogy szívesen mesélnének a pécsi gyerekeknek. Mert ők is, és mi is hisszük, hogy még vannak igazi esti mesék, hogy igenis vannak családok, ahol a világért sem hagynák ki a puha takaróba bújós, suttogós álomba ringatást esténként. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ma este ünneplünk. A 100. mese jubileuma alkalmából a mese lesz a főszereplő az Egy csepp Pécs immár 17. magazin műsorában. Rövidesen vendégünk lesz az első és a 100. mesélő, egy pécsi meseíró és egy mesés színész házas pár. De mindenek előtt hallgassunk meg pár kisgyermeket arról, hogy ők miért szeretik a meséket. Elmesélték neki, hogy mi történt. Egyelőre még csak szótagolva, de annál kíváncsibban. A mai óra csak a mesékről szól. A belvárosi általános iskola első B-seit Ibolya néni vezeti be a mesék birodalmába. Az első olvasókönyv tel is tele van izgalmas történetekkel, persze mindenkinek más a kedvence. Az én kedvenc mesém az a Rumini és a Mici Mackó. Hófehérke és a hét törpe. Azért, mert aranyosak benne a törpék. A tehetetlen kiskutya. Azért, mert nagyon tanulságos. Kockás nyúl. Nekem is van olyan külsőm, és tetszik. A három kismalac, és azért, mert az olyan intelligens. A mesék azért jók, mert abban bármi megtörténhet. A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére. De vajon a gyerekek miért szeretik? Mert olyanok történnek benne, ami az életben nem történik meg. Én azért, mert van belőlük tanulság, ha például csinál valaki a másiknak rosszat, akkor az, aki csinált rosszat, az nem tudhatja, de a másik is csinál rosszat, és akkor az emberek előtt ott pofán esik. Olyanok vannak benne, ami a valóságban nincs. A dolgok mindig varázslatosan szoktak történni, és azért szoktam hallgatni, mert azokban tudnak olyanok történni, amit a Földön itt nem. És a mesék az olyan, mintha elvarázsoltak. Az Egy csepp Pécs mai műsorának első vendégei, a sorozat első mesélői, Bogárdi Alíz és Tamás Éva. Szeretettel köszöntelek benneteket. Sziasztok. Bevallom, hogy a sorozat indulásánál annó, még karácsony előtt egy kicsit aggódtam, hogy vajon hogyan fogadják majd a tévénézők ezt a sorozatot, lesz-e jelentkező, aki szívesen mesélne a pécsi gyerekeknek, és akkor hívtalak fel titeket először, mint jó ismerősöket, hogy mit szóltok hozzá. És akkor hirtelen nagyon megnyugodtam, emlékeztek még, hogy reagáltatok? Igen. Én biztos voltam az ügy sikerében. Ezeket a dolgokat az ember megérzi szerintem, és ilyenkor fontos is, hogy hallgasson a megérzésére az ember. Éva? Hát nagyon egyetértettünk ebben, tehát így nem is volt kérdés, hogy eljövünk. Különösen azért, mert gondolom mind a ketten arra gondoltunk rögtön, hogy a saját gyermekeinknek is mesélünk. Így van. Hát igen, mindketten gyakorló anyukák vagytok. Beavatjátok a tévénézőket, hogy melyikötök hány csemete fölött örködik és mesélget neki esténként? Hogy? 2. Anna 3 éves múlt, Márton pedig 1,5 éves. A puhatakarós mesék azért még suttogósan még nem működnek, hiszen a Márton még kicsi hozzá, de bizony az esti mesélés az már megvan, mindenki kiválasztja neki megfelelő mesét aznap estére, Márton inkább még a mondókákkal van elfoglalva, és akkor bizony beülünk az Anna ágyába, és azért megvan az esti mese.
Alíz, neked meg még több felé kell a figyelmedet megosztanod. Igen, egyelőre csak egy vagyok Évinél előrébb. Szóval nálam három a csemeték száma, az Zora már iskolába megy szeptemberben. Vince klasszikus óvodáskorban, Peti meg még nem óvodás, tehát megoszlanak az igények. Nem könnyű a figyelmet sem megosztani. Nem is jut rá sajnos minden este idő, de törekszünk rá, és azért hetente párszor sikerül. De egyébként szerintem nem csak este kell, hogy történjen. Tehát amikor napközben van egy pár perc, vagy éppen úgy hozza az élet, akkor gyorsan öl be a kölköt, és gyerünk mesélni. Nem is mindig igénylik egyébként este, pontosan azért, mert vannak olyan napok, amikor 2 órát is ülünk Annával egy könyv fölött, több mese fölött, és akkor azt mondja, hogy este most már nem. Hát végül is nem is a napszak számít, hanem maguk a mesék. Nos, a mai műsorban nem is egy mese fog elhangzani, de előbb játszunk egy kicsit, hisz ma is van QX-es ajándékcsomagunk, koncertjegyünk, belépünk a sikondai wellness fürdőbe, családi belépünk az állatkertbe vagy az akvárium terráriumba, sőt, forgó-morgó ajándékcsomagunk is. A harmadik részben ugyanis környezetvédelmi játékunk lesz a Legyen zöldebb elvilágunk kampány jegyében. Kezdjük akkor most az első játékkal, hiszen Aliz és Éva is készültetek ti egy feladvánnyal. Mit kérdeznétek a nézőktől? Én kicsit hazabeszélek, mert ugye a magyar népzene, illetve a magyar népi kultúra az nekem nagyon is a szívem közepe, de szerintem mindannyian így vagyunk ezzel nagyjából. Ezért az én kérdésem a magyar népmesék számaihoz kötődik, hogyha lennének olyan szívesek a minél ifjabb versenyzők, és küldenének nekünk olyan üzeneteket, amiben a magyar népmesék számai, a meseszámok szerepelnek, több jó megoldás is létezik. A számunk 0630303040, ide várjuk a helyes megfejtést SMS-ben. Ez egy nem emelt díjas szám, tehát egy sima SMS áráért tippelhetnek és nyerhetnek. Legyenek gyorsak, hisz ezúttal is az győz, aki a legelőször kitalálja a megfejtést. Akik rendszeresen néznek minket, tudják azt is, hogy ma is van vigaszdíjunk. Az adás ideje alatt majd időnként elfut egy felirat, melyben egy aktuális jelszót olvashatnak. Aki megjegyzi ezt a jelszót, ami ugye most is egy állatfaj neve lesz, jövő héten pénteken 50% kedvezménnyel válthat jegyet az állatkertben vagy az akvárium terráriumban, ha a pénztárban bemondja ezt a varázsszót, a mostani április 16-a péntekre szól. Egyébként nektek milyen emlékeitek vannak a saját gyerekkorotokból a mesélésről? Én azt hiszem, hogy nagyon jó alapot kaptam. Tehát én pontosan erre emlékszem, hogy ülünk az öcsémnek az ágyán, és vitatkozunk, hogy mi legyen a mese, és akkor anyukám hosszasan, tehát hosszan, játékosan, belemerülve a figurákba mesél nekünk. És én azt hiszem, hogy ez is a jó, tehát nem szó szerint mesélünk. Olvassuk ugyan még a meséket, mert annak nagyon ragaszkodik a könyvekhez, de népmeseszerűen, tehát alakítjuk a történetet, ahogy nekünk jól esik, ahogy éppen tetszik. Ismerkedünk a jellemekkel, ismerkedünk a helyzetekkel. És én azt is gondolom, hogy a mesének igazából a minél többféle tálalása a fontos. Hogy olvassunk mesét, hogy játsszuk el akár bábfigurákkal, hogy bújjunk be mi magunk a figuráknak a bőrébe, vigyük el színházba, és igen, nézze meg rajzfilmen is. Nem gondolom, hogy rossz az, hogyha rajzfilmet néz, meg kell válogatni, és le kell vele ülni, és megnézni. És azt hiszem, hogy az összesből fog a gyermekben kialakulni a mese iránti szeretet vagy igény. Aliz, neked is gyerekkorban gyökerezik a mese szeretet? Természetesen, meg minden, ami jó az életemben. És hadd emlegessem kicsit föl most itt a nagyszülők generációját, vagy esetleg a dédszülőkét. Tehát nekem nagyon sok olyan melegtűzes élményem, vagy melegtűzet sugárzó ilyen parázs a szívemben, ilyen jellegű élmények, amik nagyszülőkhöz, meg dédszülőkhöz kötődnek. Mese is, meg éneklés, meg úgy az élet dolgairól való elbeszélgetés, akár esti keretek között, és ezekhez úgy mindig vissza lehet nyúlni. És majd szeretnék én is ilyen szülő, meg nagyszülő lenni. Sokat meséltünk a mesélésre, most akkor meséljen Aliz, a király meg a favágó történetét mondja el. Egyszer egy favágó az erdőben dolgozott. Sok baja volt a nagy tölgyfa tuskókkal, meg el is fáradt. Leült egyre, aztán kezdte szídni Ádámot meg Évát, amiért tettek a tiltott gyümölcsből, mert ha azok nem esznek belőle, neki most nem kellene itt a fát vágnia. A király éppen arra járt vadászni.
Hallgatja, hogyan átkozza az öreg favágó Ádámot meg Évát. Gondolt egyet, megszólította. Adjon Isten, öreg! Csak hallgatom, milyen bajban vagy te ezzel a favágással. Tudod mit? Gyere velem, ott élsz majd a kastélyomban, ott kipihenheted magadat. Az öreg ráállt, elfogadta, amit a király mondott, s ahogy a kastélyhoz értek, kiadta a parancsot, hogy az öregnek gondját viseljék, ne szóljanak rá mindenért. Azzal bement a negyedik szobába, fogott két tányért meg egy egeret, az egeret a két tányér közé tette, s kijött. Azt mondja a favágónak, hallod-e, öreg? Itt nálam holtig elmaradhatsz, semmi dolgod nem lesz, ehetsz, ihatsz, csak a negyedik szobába nem szabad bemenned. Az öreg favágónak csak ugyan jó dolga volt, mindent készen kapott, dolgozni sem kellett, egész nap csak lógázta a lábát. Egyszer mégis eszébe jutott, hogy miért is van neki megtiltva, hogy a negyedik szobába bemenjen. Ej, gondolta, a szoba úgy is nyitva van, bemegyek én, meg ki is jövök, anélkül, hogy bárki észrevenné. Úgy is tett. A szobában nem volt semmi, csak az asztal közepén két tányér egymásra borítva. Már csak ezt megnézi, mi van a két tányér közt. Fölveszi a felső tányért, de az egérnek se kellett több. Kifelé! Az öreg látta, hogy az egér ki akar szökni, megijedt, a fölvennyéről újra le akarta borítani, aztán jól rácsapta a másikra. A két tányér összetört, az egér meg elszaladt. Kijött az öreg a szobából, de érezte, hogy rossz fát tett a tűzre. A király mindent megtudott, magához hívatta. Látod-e, öreg? Te sem tudtad megállni, hogy át ne hágd a tilalmat. Idáig jó dolgod volt, de most mehetsz vissza az erdőbe. Ádámot meg Évát ne szidd többé. És az öreg szépen visszaballagott a tölgyfatuskóhoz. Az az igazság, hogy ti nem csak a gyerekeiteknek meséltek, hanem mondhatni hivatásszerűen is foglalkoztok a mesékkel, hiszen a harmadik színházban számos mesejátékban is szerepeltetek az elmúlt években, hol zenészként, hol színészként, hol mindkettő. Ez mekkora részét foglalja el az életeteknek? Nos, én azt hiszem, hogy Évében most többet, egyre többet, ő színésznő. Én inkább zenész vagyok, és a zenén keresztül csöppentem a színházba is egyébként. Én bárkit, akit viszonylag jól ismerek a színházi világból, szívesen fogadok mindig nyitott szívvel, amikor megkeres, hogy segítsek, vagy zenészként, vagy más fajta közreműködőként, hogy csatlakozzak az ő elképzeléseihez, kezdeményezéseihez, és ennek köszönhető minden, ami eddig történt velem. És ez nagyon régre nyúlik vissza, szóval itt tínédzser korom időszakába, és akkor mondhatni, neveket mondok is egy-kettőt, Moravec Levente, Steiner Zsolti, Vince Jánost is említhetem, mert ők azok, akik nagyjából állandó kollégáim vagy felkérőim ilyen ügyekben. Évinél ez tovább gördül, úgy érzem, és most kezd igazán belendülni. Mielőtt Évi is elmondja néhány villanásit, hogyha rápillantotok ti is a képernyőre, nézők már látják, ez ugye a Mese Európa, amiben az Intermagyarra itt látszott is, hogy éppen húzod a hegedűt, tehát ott akkor zenészként vettél. Így van, zenészként, illetve zeneszerzőként, tehát az Intermagyar jegyzi ezt a Mese Musicalt, mint zeneszerző. Nagyon izgalmas feladat volt, nagy felelősség, és rendkívül élvezetes volt minden előadás. A másik majd, amiből mutatunk részleteket, az a Leander és Lenszirom, amiben most te játszol, de azt hiszem, hogy Évának is hamarosan köze lesz a mesejátékhoz. Ez nagyon, nagyon mókás a Leander és Lenszirom története, mert hogy kiosztotta rám a Zsolti a Lenszirom szerepét, Steiner Zsolti, aztán terhes lettem, ezért Aliszka kapta meg a szerepet. Aztán én lettem terhes. És én átvettem a szerepet. De igen, most valószínűleg, hogyha mi felújítjuk, akkor valószínűleg én fogom játszani, igen, a jövőben. Mert lehet, hogy van egy-két forró, de kicsivel többet játszottál belőle, mint én, úgyhogy valószínűleg most én folytatom majd. Majd újra a közönség soraiban csápolok. Azért ez nagyon jó dolog, hogy van Pécsett egy olyan színház, aki nagyon fontosnak tartja, hogy gyerekeknek rendszeresen legyenek előadások, hiszen hát a felnövekvő színházi generációt nevelgethetitek ti ott ezekkel a mesejátékokkal. Most akkor lesz egy Leander felújítás lesz, ezek szerint? Igen, májusban felújítjuk. Úgyhogy
Igen, én pedig viszem a gyerekeket. És hát közben megy a Borsnéni, amiben szintén a Liz, mint zenész, én meg mint színész ott vagyunk, úgyhogy folyamatosnak mondható a közös munkásságunk. Éppen az imént számoltunk utána, hogy majdnem 20 évvel ezelőtt volt az első közös munkánk, ezt kimondani is. Nehéz kimondani, de tudnám definiálni, nagyon korán kezdtük. A Tom Sawyer. Tom Sawyer kalandjai. Tehát az is egy meséhez kötődött. Mutatunk még néhány képet a Bors néniből, ott fotók lesznek majd rólad, Éva, egy nagyon különleges szerepet játszottál, valami felhúzó van. Felhúzhatós madárka volt. Felhúzhatós madárka. Igen. Aha. És közben nem csak színpadi szerepeid vannak, hanem önálló gyerekműsorral is megörvendeztetitek a gyerekeket. Ez is egy közös vállalkozás? Igen. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ugye a gyerekműsorozás az már régre nyúlik vissza, hiszen Simara Lacival én már 97-98 környékén kezdtem gyerekműsorozni, de a kislányom születése az valahogy így előhozta azt belőlem, hogy egyedül, és neki megpróbálni. Igazából az első műsor az neki született, és én Aliszt kértem segítségül, most ebből látunk képeket a Játszma velem című műsorból. Meg a lányomat is látom. Aminek Aliszt szerezte akkor még a zenéjét. És azóta nem ültünk tétlenül, hanem igenis termékeny időszakot mondhatunk magunkénak, ugyanis most készült el a negyedik közös műsorunk, ami a Tavasz Varázs, Varázs Tavasz címet kapta, és itt zeneszerzőként társult Bükösdi Gábor és Babarczi Bulcsú is. Ennek lesz is egy bemutatója rövidesen, április 25-én lesz az Alajos utcai művelődési házban. Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttetek és beszélgethettünk egy kicsit a mesékről. Aliz, megtennéd, hogy megismétled még egyszer a feladványt, hogy az első rész végéig mindenképpen jöjjön sok-sok helyes válasz? Rendben, tehát nehéz lesz rossz üzenetet küldeni, nem is lehetséges. Meseszámokról van szó. Én a magyar népmesék meseszámaira gondoltam. Több jó megoldás is van, melyek ezek a varázslatos számok. 0630 30 30 140, ide küldjék az SMS-t minél gyorsabban, hiszen az nyer, aki legelőször küld helyes megfejtést. Köszönöm szépen nektek, hogy eljöttetek, és folytassuk természetesen mesével. Most Tamás Éva mond el egy csepp mesét a resmacskáról. Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag lányt, ráadásul még azt is megfogadta, hogy sohasem veri meg. Az ifja asszony sohasem dolgozott, hanem csak járt házról házra pletykálkodni, s egyéb hitvány dolgot művelni. Nem verte meg az ura egyszer sem, hanem egy reggel, mikor dologra ment, így szólott a macskához. Azt parancsolom neked, te macska, hogy míg én oda leszek, te minden dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fonj. Mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegeted. A macska a tűzhelyen szunyókált, jámboran végighallgatta a beszédet, de az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult, és azt mondja. Kelmed, uram, miért parancsol olyanokat annak a macskának, hisz az azokhoz nem tud? Tud, nem tud, nekem mindegy, feleség, azt mondja az ember. Nekem nincsen más, akinek parancsoljak. De ha ő mindazt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért elkerülte volna. Hoval elment dolgára. Az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert megver az uram. De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szunyókált, s a tűz is kialudt. Ismét mondta, szítsd fel a tüzet, s dolgozz, macska, mert ha nem megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajön a gazda, széjjel néz, s hát minden rosszul van. Elé rántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni nem kezd. Ne üsse többet azt a macskát, nem hibás az, nem tud az azokhoz a dolgokhoz. Fogadod hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit kell, mert neki parancsol, csak ne üsse többet szegényt, feleli az asszony. Az ifja asszonyka hazafutott az anyjához, elpanaszolta a dolgot, s azt mondta. Felfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan kegyetlenül. Hozzászólott az apja is. Ha felfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik, s ebben hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen, de a macska most sem tett semmit.
a gazda hát ismét jól megverte a felesége hátán. Az ifja asszony akkor is hazafutott panaszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadik reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot. A macska már végig hallgatni sem tudta, úgy meg volt ijedve. De hát most sem dolgozott semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az ifja asszony. Most nem felejtett el, hogy mit fogadott volt. Tüzettet, vizet hozott, ételt készített, sepregetett, elvégzett mindent, amit kellett. Úgy megesett lelke azon a szegény macskán. Azon, hogy amikor az ura azt veri, kínjában a macska az ő hátába aggatja a körmét. Meg azon, hogy a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is meggyárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jól van. Mondogatja is az ember, ne félj macska, most nem bántalak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót megcsinálta, az ura elétette, jól laktak jó kedvel. Azután minden nap úgy volt. A macska többször nem verődött meg, s az ifja asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy olyan helybe. Nagyon érdekes az Egy csepp mese sorozatában, hogy sokan nem népmesét vagy híres meseírók történeteit hozták el nekünk, hanem saját mesével érkeztek. Volt, aki kockás füzetben őrizgette ezeket az írásokat, és ez idáig csak a saját gyermekének olvasta el azokat. De voltak mesélőink között olyan szerzők is, akik igazi mesekönyvet is megjelentettek már a sok más témájú regényük, novellájuk mellett. Például Méhes Károly, aki most itt van velünk. Szeretettel köszöntelek. A nézők biztos emlékeznek, hogy a Spenót és Papucs történetéből olvastál fel néhányat az Egy csepp mese sorozatában, pedig alapból komoly témákat író embernek ismertünk meg téged, hiszen újságíró vagy, és emellett nem egy regényed, novellád jelent már meg az elmúlt években. Mi adta az indítatást ahhoz, hogy mesekönyvet írj? Hát leginkább a gyerekek, akiknek az ember mesét ír. Úgyhogy, sőt, hát igazság szerint nem az írás volt az első, hanem a mesélés. Különböző sztorikat találtam én ki, amikből ilyen sorozatok lettek, és egy idő után rájöttem, mivel ezek nagy népszerűségnek örventek otthon, hogy kár hagyni, elveszni, és fölvettem Magnóra. Aztán megint eltelt jó néhány év, és akkor egy idő után meg arra gondoltam, hogy lehetne ebből valami megírható mesét kerekíteni, és amikor aztán erre ilyen felkérés félét is kaptam Nagy Bandótól, aki a kötetet aztán megjelentette, hát akkor ebbe belefogtam, le kellett gépelni szépen, és hát valami kerek történetet formálni belőle. A könyv természetesen most is itt van veled, mutassuk meg a kamerának is. Néz ki. Tehát Spenót és Papucs, Kiskutyafülű és Nagykutyafülű. Ez akkor két kutyusról szól, ugye? Két kutyáról szól. Annyi az alaptörténet, hogy van egy öreg komondor, aki ősidők óta őriz egy családi házat, ahol lakik egy család, nagypapa, nagymama, gyerekek, és egy ilyen kóborféle kiskutya valahogy oda keveredik ehhez a házhoz, azért lesz Spenót a neve, mert egy frissen mázolt zöld kerítésen keresztül mászik be, és zöld foltok lesznek a bundáján, és végül is ott tartják, sőt a házigazda, ez a Pogácsa bácsi névre hallgató nagypapa megbízza az öreg komondort, hogy megfelelő kiképzésben részesítse Spenótot, és az ő viszontagságos történeteiknek a tárháza ez a könyv. Elárultad, hogy voltak éppen a gyerekeiden tesztelted ezeket a történeteket. Az is előfordult, hogy emiatt módosítottál is a történetem, mert nem úgy vettek egy-egy fordulatot, ahogy elvárható lett volna, és amiatt egy kicsit alakítottad, vagy az ő ötleteiket is beleépítetted? Hát ugye kérés mindig meg szokott fogalmazódni, hogy most ezt csinálja, meg azt csinálja, hogy a saját kis életüknek a sztoriait szívesen hallják, meg nagyon szeretik tényleg azt, hogyha olyan aktuális történetekhez kapcsolódik, tehát amikor karácsonyban, akkor nyilván, hogy kellett jönni a könyvben is, a Mikulásnak van is egy ilyen fejezet benne. Tehát csupa olyasmivel kell megtüzdelni, megspékelni, ami még inkább fölkelti az ő figyelmüket, meg arra tudnak rezonálni is nyilván. Tehát ezt szeretik, hogyha viszont hallják a jóformán azokat a történeteket, amik leginkább velük történtek meg.
Ez egy író apukánál azt hiszem ragyogó, hogy ilyen interaktív mesék, mesés könyvet is hallgathat otthon a csemete. Hány gyermek várja a te esti meséidet? Hát most már ebben az értelemben egy van csak, aki ilyen kisebb fajta, akinek mesélni szoktam, még délutáni alváskor is, meg este is. Másik kettő az eléggé megnőtt már, de múltkor érdekes volt, hogy a középső lányom, aki már 15 éves is elmúlt, az úgy hallgatta, amit a legkisebbnek meséltem, és úgy látszott, hogy így ott ragadt, aztán megvárta a végét, tehát még azért van bennük egyfajta ilyen nosztalgia talán, hogy valaha azért ők is nagy lelkes rajongói voltak ezeknek a meséknek. Mitől más egy mese, amikor te megírod, mint egy valós történet? Tehát milyen más ismérveknek kell megfelelnie, amikor úgy döntesz, hogy te most mesét fogsz írni? Hát mondom, hogy igazából ezek már olyan készanyagok, amiket aztán inkább csak egy kicsit írói eszközökkel meg stilizálva formál az ember. Egy novellánál, vagy egy ilyen típusú történetnél ott az is persze fele kitaláció, fele megélt, meg hallott, meg innen-onnan összelopkodott kis mozaikból összeálló történet. Itt valahogy talán még inkább az ember szabadjára engedheti a fantáziáját, hiszen a mesének az az ismérve, hogy gyakorlatilag bármi megtörténhet benne, és semmilyen értelemben nem lóg ki a lóláb. Persze azért mindig úgy kell kanyarítani, meg szűni, hogy legyen eleje, meg vége, de nagyon sok minden belefér, hál' Istennek. Lesz folytatás? Lesz újabb mesés könyved? Hát lenni lesz biztos, hogy mikor kerül kiadásra, azt nem tudom, mert most is készülnek ezek a mesék, hogyha olyan sikerül mesélni, ami úgy érzem, hogy ez nem rossz, akkor nekiülök és meg is írom gyorsan. Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és kívánom, hogy írjál még sok mesét, és azok majd hangozzanak el az Egy csepp mese sorozatában is. Köszönöm szépen. Van Pécsett egy másik fiatal író is, aki a közelmúltban mesekönyvet írt. Most Balogh Robert mond el egy részletet a MacBrack kalandjaiból. Hold volt, hold nem volt az égen, ha kitártam az ablakom, minden nyári éjszakán a tücsök ciripelésen, a szúnyogzümmögésen túl, de még a bagoly huhogáson innen, csak kuruttyolást hallottam. Kicsodák, micsodák kuruttyoltak, vartyogtak. Rögvest, ahogy a nap lement, rákezdték. Az egyik fenn hangon, a másik mélyen, de mindegyik csak mondta a magáét. Talán kövérkések? Nyurgák, pöttömnyiek? Furcsák, böhömmótok? Lápipócok, lentkerekes ági morcok. Lehet az egyik bikaszarvú, a másik meg kecske. Akadhat nagyorrú és néhány piszécske. Lehet ásó, iszaptúró, mocsárjáró, gyepi vagy sivatagi. Netán füttyentő, nyílméreg, arany, ezüst, üveg, gyémánt. De kicsoda? Micsoda ez a vartyogós, kuruttyolós népség? Eláruljam? Úgy is tudod, békák. Minden nyári éjjel énekelnek a tóparton, a patakban, a mocsárban, a réten, az erdőn, a parkban. Figyelj csak, most is ül egy a cseresznyefán. Annyit mond csak, meg béka. És a békák így beszélnek. Van, akit brekinek hívnak, mást békucinak, brekkencsnek, krekinek, krakszinak, pukkancsnak, mitugrásznak, barnának, vagy zöldnek. A leveli családról mesélek. Hallani most is őket. Figyelsz? Hallod? Az erdőszéli kis tónál, a nádasnál élnek. Leveli apu és leveli anyu, meg a csemeték. Leveli Lili és leveli Levi. Mint minden békaporongy, petéből születtek ők is. A nádas csendes részén, a béka bölcsödében nagy fürtökben lebegtek, csupa kis kocsonyás gömböcske. Akkorák, mint a ribizli szem, csak mag helyett egy aprócska, fekete pötty hízott a béka pete közepén. Napra nap növekedtek, de hamar szűkös lett a petepalota. Előbújtak a burokból. De kik? Mindegyik egy pöttömnyi, fürge, fekete lény. Ők az ebihalak. A víz alatt csak fickándoztak, meg sütkéreztek, az orrukkal túrták az iszapot, moszatok között kergetőztek, de jobbára csak ettek. Sőt, még inkább csak ettek és ettek, mert folyton megéheztek, hiába ettek. Alig, hogy megszületett leveli Lili és leveli Levi, szegény leveli anyu alig győzött főzni, mert kondér számra fogyott ám a lebbencses, óriás szúnyogleves. Tucatjával tűntek el a rántott szúnyogcombok.
Mindenki kedvelte a roppantós szúnyog szárnyat. Hétköznap este békalencs és légypörkölt volt a szokásos menü, vagy muslinca cupákos moszatleves, de vasárnap vízibólhával töltött légypecsenye, és nyárson sült szúnyoglárva máj is került leveliék vízparti asztalára. És ahogy Lili és Levi ettek, habzsoltak, nyeltek, egyik nap azon kapták magukat, hogy hosszabbak lettek. Mi lesz ezekből apjuk, létre béka? A másik nap meg hirtelen kigömbbe jöttek. Nézzed csak anyjuk, két farkincás szőlőszem. Így sutyorogtak az öreg leveliek. És tényleg, Lili és Levi egyre nőttek. Amikor előbújt a hátsó lábuk, nem is tudták, mire jó. Körbe-körbe rukkapáltak, mint akiknek még sose volt béka lábuk. Aztán egy hétre rá, mire megszokták, hogy a helyén van a lábuk, már fel tudtak feküdni a vízre, elmerték engedni magukat, és egy lábtempó után úgy siklottak szépen, hogy a szemük fent az égen. Az Egy Cseppécs adásában ma a mese a főszereplő, na meg a játék. Műsorunk elején Bogárdi Aliz és Tamás Éva tette fel az első kérdést, ami úgy szólt, hogy soroljanak fel nézőink meseszámokat. Hát jött néhány megfejtés, aki a leggyorsabb volt, mindjárt fut is majd a képernyőn. Ő hát nem egy klasszikus meseszámot mondott, ami ugye lehetne a 3, vagy a 7, vagy a 99, ő a 101-et javasolta, de Alizék azt súgták nekem, hogy ezt is elfogadják, hiszen például van a 101 kiskutya meséje, úgyhogy gratulálunk, aki a leggyorsabban küldte a megfejtést 0670-3094-769-es telefonszámról érkezett a megfejtés, a nyereménye pedig két fő részére egésznapos fürdő belépő a Sikondai Wellness fürdőbe, valamint egy családi belépő az állatkertbe, vagy pedig az akvárium terráriumba. Gratulálunk! Lesz még játék a műsorban, jönnek még újabb vendégeink is, egy kis szünet és újabb érdekességekkel folytatjuk az Egy Cseppécs második részében. Tölösi Péter Alapítvány a leukémiás és tumoros megbetegedésű gyermekek gyógyulásáért. Alapítványunk célja a komplex segítségnyújtás a Pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályán kezelt és utógondozott gyermekek és családjaik számára. Speciális gyógytornát biztosítunk rehabilitációs központunkban. Segítse adója felajánlott 1%-ával a Pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályának gyógyulni akaró kis betegeit. Az SOS gyermekfalvakban olyan gyerekek laknak, akiknek nem élnek a szülei. És olyanok, akik nem élhetnek a szüleikkel. A szerető családot megkapják tőlünk. Öntől adója 1%-át kérik. Támogassa adója 1%-ával az SOS gyermekfalvakat. Köszöntse kultúrával a tavaszt! Kitűnő produkciókkal várja Önt a Pécsi Tavaszi Fesztivál. Az év gyermekalbumának bemutatója Szalóki Ágitól. Kortárs táncest az Egyesült Államokból. Fergeteges afroamerikai világzene Richard Bonától. Pannon dalok Rost Andrea és neves népzenészek előadásában. Shakespeare korának zenéje Philip Pickett és a Globe Színház muzsikusainak estjén. Gimes, Nicola Paró Quartet, King Singers és további sztárfellépők. Megvalósul a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében. Nyerni öröm. Az akciós napokon milliókat vagy autót nyerhet, akár minden órában a Skandináv, a hatos és az ötös lottóval. SX4 plusz egy dimenzió. Már 2.785.000 forinttól.
Folytatjuk az Egy cseppécs műsorát, ez a második rész, melyben továbbra is a mese lesz a főszereplő, de a tánc és Pécs is fókuszba kerül, és persze játszunk is. Mégpedig újabb vendégünkkel, aki pár napja a 100. mesét mondta el az Egy csepp mese sorozatában. Szeretettel köszöntöm Gálber Attilát. Én is köszöntelek benneteket. A Gálber Attila az aztán tud mesélni. Nekem ezt mondták a nézők, amikor hallották a meséidet. Mikor kerültél te kapcsolatba a mesékkel? Hát gyerekként, mondjuk. Gyerekként nyilván, de... Autentikus válasz. Az igazság, hogy már gyerekkoromban nagyon szerettem mesélni. Tehát nem csak olvasni, hanem mesélni is. És hát ebből kifolyólag ugye szerettem a középpontba lenni. Nekem nagyon sokat járt a szám. És hát ezért kénytelen voltam mindig kitalálni olyan történeteket, olyan meséket, amivel a többieknek a figyelmét is ugye föl lehet kelteni. Tehát tulajdonképpen gyerekkoromban már én kapcsolatba kerültem a mesékkel. És az elmúlt években ismét nagyon aktuálissá vált nálad a mesélés, hiszen 5 éves a gyermeket, tehát akkor ez napi feladvány, hogy te mesélj neki. Hát igen, és hát ugye a mesekönyvek is végesek, a mesekönyvek történetei is végesek, illetve hát azért válogatok is bennük jócskán, mert hát azért úgy gondolom, hogy nem kellene mindent elmesélni feltétlenül a gyermeknek, de én is szoktam kitalálni például meséket, és hát gyakorlatilag ugye csengelányomon tesztelem le ezeket, hogy hogyan működnek, és hát általában nagyon nagy árgus szemekkel szokta figyelni, és hát amelyikbe beleszól, akkor az valószínűleg nem köti le annyira a figyelmét. Tehát van, amikor azt mondja, hogy most akkor mesélek inkább én, úgyhogy lehet, hogy belőle is mesemondó lesz majd valamikor. És hogyha nem csak a meséket, hanem a játékot is szereted, akkor most játszunk egyet a nézőkkel, jó? Mi lenne az a kérdés, amire kíváncsi vagy, amire várjuk az SMS-eket? Hát ez egy pécsi mesének a történetéhez kapcsolódik. Azt gondoltam, hogy azt kérdezném meg a nézőktől, hogy hol találhatók a babás szerkövek Pécs környékén, ennyit. 0630-30-30-140, ez az SMS számunk, ide küldjék a helyes megfejtést, hogyha tudják, hogy hol találhatók a babás szerkövek Pécs környékén, tehát egy hely megnevezés lesz a helyes válasz, és a gyorsaság most is nagyon fontos, a nyereményekért ezt mindenképpen meg kell tenni. Hogy válogattad ki azokat a meséket, amiket elhoztál ide hozzánk az Egy csepp mese sorozatába? Hát én... Tudni kell, hogy nagyon közel áll hozzám a néphagyomány, vagy inkább én hozzá, tehát az életem napi részévé váltak, és éppen ezért népmeséket válogattam, sőt, hát megpróbáltam olyan népmeséket válogatni, amik kötődnek valamilyen formán Baranyához is, tehát a Baranya megyéhez. Tehát így próbáltam válogatni a meséket. A 100. mese, a Táncoljatok ti kis volt, ami húsvétkor hangzott el a tévében. Most egy másik, nem kevésbé vidám mesét mond el Attila, a Béka királyfi, ez a címe. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi, akit békává változtattak. Ez a béka egyszer átszögdelt a szomszéd királyhoz, és belebújt annak a kútjába. Egy szép reggel annak a királynak a lánya kiment a kútra vizet merni. Hát, ahogy mert volna a kútból a vizet, egyszer csak megszólalt a béka. 3, 3, 33, húz föl engem, édes párom, mert én téged úgy szeretlek, a szívem meg hasad érted. A királylány fává vált, ahogy ezt meghallotta. Beszaladt a házba, azt elmondta, hogy a kútba béka van, azt mit mondott nekije. Kérdezte, hogy mit csináljon, fölhúzza-e, ne húzza-e, mert a vizér úgyis vissza kell neki menni. Oda benne azt mondták, hogy húzza csak föl.
A lány meg kiment, és ahogy a vödör megmerült, a béka megint elkezdte mondani azt, amit az előbb. Beleugrott a vödörbe, a lány meg fölhúzta, az bevitte a vízzel együtt a szobába. Ott kivette a vödörből, az betette a sarokba. Mikor ebédeltek, leültek mindnyájan az asztalhoz, a lány a békáról már egészen el is feledkezett. Amikor nekiálltak ebédelni, a béka megint megszólalt. 3-3-33, ültess oda, édes párom, mert én téged úgy szeretlek, a szívem meg hasad érted. A lány ránézett az apjára, meg az anyjára, hogy most mit csináljon. Azok azt mondták neki, ültess csak ide az asztalhoz nyugodtan. A lány megfogta, azt odaültette egy székre. Ebéd után meg visszatette a sarokba. Este, ahogy lefeküdtek, a lány is lefeküdt. Hát a sarokba megint megszólalt a béka. 3-3-33, eresz oda, édes párom, mert én téged úgy szeretlek, a szívem meg hasad érted. A lány megengedte nekie, hogy az ágyába mehessen. A béka felugrott, azt a lány mellé húzódott. Az meg elfordult tőle. De akkor megint megszólalt a béka. 3-3-33, ölelj meg hát, édes párom, mert én téged úgy szeretlek, a szívem meg hasad érted. Hát a lány most mit csináljon? Ha már odaengedte, megfordult, azt megölelte. Azzal elaludtak szépen. Másnap hajnalba fölébredt a királylány. Látta, hogy mellette nem béka fekszik, hanem egy szép királyfi. Nagyon megszerette. Akkor megesküdtek, még most is élnek, ha meg nem haltak. Miközben hallgattuk a mesét, elárultad, hogy pont ezt a mesét táncoljátok el most ovisokkal. Hogy lehet egy mesét eltáncolni? Hát ügyesen. Hát olyan története van, mint ennek, ami egyébként ugye a néptáncban, illetve a népi játékokban is előfordulnak. Például a Kútba estem, kihúzzon ki című játékról beszéljünk csak itt, vagy akár egy párválasztóról, egy gyerek lakodalmasról, tehát ezeket mind szerepelnek a néphagyományban. De tulajdonképpen ezeket el lehet táncolni. Én azt gondolom, hogy a tánc és a mese a te életedben eléggé összefonódott, hiszen például, ha a Misina táncegyüttesre gondolunk, amelynek a vezetője vagy, nem is olyan régen, talán egy évvel ezelőtt mutattátok be azt az előadást, ami szintén egy mesére épül. Igen, hát ez a Babás Szerkövek legendája című táncjáték volt, amit egy órás táncszínházi előadásban mutattunk be. Ezekben talán az az érdekesség, hogy tehát úgy elmesélni egy történetet, ez azért izgalmas, mert úgy kell elmesélni egy történetet, hogy abban tulajdonképpen egy szó próza ne hangozzék el, de mégis értse a néző, hogy miről van szó. És ez a Babás Szerkövek legendája, ez egy ilyen mese, egy ilyen legenda, amit ragyogóan el lehet úgy táncolni, hogy teljesen érthető legyen az egésznek a dramaturgiája, de ne kelljen benne külön elmagyarázni, hogy most éppen mi történik. Látunk néhány villanást ebből az előadásból. Te is feltűnsz a táncosok között, tehát te nem csak vezeted az együttest, hanem aktívan táncolsz, és ezek szerint? Igen, hát még bírom addig. De vannak itt egész kicsik is, vannak idősebbek is, tehát nagyon vegyes a társaság. Hányan vagytok? Hát jelenleg, aki most az együtteshez kötődik, az olyan 160 ember körül van. 6 korcsoportban tanítjuk a táncokat, és hát egész az ovis csoportoktól, egészen a idézőjelben szenior korosztályig, akik között bizony 50-60 éves emberek is előfordulnak. Azt tudom, hogy most is sietsz, mert főpróbátok lesz, talán éppen erre az előadásra készültök? Igen, a Fringe Fesztivál keretén belül
vasárnap 11 órakor mutatjuk be, mondta Babás Szelkövek legendája című táncjátékot a Nemzeti Színház Kamara Színházában. De mielőtt ide elsietsz, még egyszer megkérlek, hogy ismételd meg a kérdést, hogy a nyeremények gazdára találjanak, tehát mire voltál kíváncsi? Hogy a Babás Szelkövek hol találhatók Pécs környékén. 06-30-30-30-140, ez az SMS számunk, ide küldjék a megfejtést minél gyorsabban, hiszen a legelső helyes megfejtő fog ajándékokat nyerni. Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor most siess a próbára. Köszönöm a meghívást. Mi pedig folytassuk a mesék palotájával. Pécset van egy hely, ahol garantáltan csodás történetek várják a betérőket. Újvári Janka még 2006-ban mutatta meg nekünk a Bóbita Báb Színházat úgy, ahogy azt talán eddig még sosem látták. A kapu a Bóbita Báb Színház kapuja. A kapu jelkép. Jelkép a kinn és a benn, a lent és a fenn, a profán, a szent, az evilág és a túlvilág között. Ha az ember számára kitárul egy kapu, nyilván mutat egy utat is, amelyen vagy végig megy, vagy nem. Én 35 évvel ezelőtt léptem át ezen a kapun, és kisebb-nagyobb megszakításokkal bent is maradtam. Nem messze innen van egy másik kapu, a Janus Pannonius gimnázium kapuja, amelyen órák után a 70-es években mi 80 lányok röpültünk, és léptünk be ezen a kapun. De volt a Széchenyi gimnáziumnak is egy kapuja, amelyen két fiú rohant ki órák után, és találkoztunk itt benn. Mi voltunk akkor 11 kezdő kis csapat, és olyan áhítattal néztünk fel az akkori nagyokra, az öregekre, akik voltak akkor 20 évesek, hiszen ők már megjárták, aki mit tudott. Ezt a kaput akkor 35 évvel ezelőtt a Kós Lajos nyitotta ki előttünk, és Lulu olyan sok mindenre megtanított bennünket. Megtanította megszeretni a komoly zenét. Megtanított bennünket arra, hogy a kezünk, ez az öt új, a tenyér, és a karunk a világon mindent el tud mondani, és nem kellene hozzászólnunk. Ez most a Bóbita Báb Színház kamaraterme, de régen csak ez volt a Báb Színház. Emlékszem rá, hogy a plafonon, ami most teljesen üres, hatalmas nagy üveggömbök lógtak, és amikor a nyitott ablakokon keresztül besütött a napsugár egy-egy próbaidőszak alkalmában, olyan volt, mintha a szivárvány lett volna fölöttünk. Aztán egyszer csak berepült egy galamb, és összetörte ezeket az üveggömböket, úgyhogy azóta ilyen üres a plafonunk. Régen, ahol most itt ülök, régen ez egy gyönyörű szép bábszínpad volt, mestermunka, nagyon szép fából elkészítve, le is lehetett hajtani, és akkor egy igazi színpad lett belőle. Ott az ajtó mögött, amely most már díszlet és bábraktár, ült Hajdanán Lulu. Ő volt ennek a bábszínháznak egy szemében mindenese, az igazgatója, tervezője, rendezője, bábkészítője, szervezője. Ehhez a teremhez engem nagyon sok emlék fűz. Itt született meg a Rómeus Júlia készpantomimes előadása, itt tanultam meg a kesztyűs báb technikáját, a vajang báb technikáját, és itt próbálódott a Bóbita Bábszínház egy nagyon nagy sikerű előadása,
amelyet az Áfium vendéglőben játszottunk évekig nagy sikerrel, az Okén és a Holttest. Ilyen szomorúban reggel, Mrs. Sullivan! Hát hogy ne lennék szomorú? Hogy is ne ebesztene a bálat? Amikor az én gyönyöröséges kisfiút elraboltak tőlem, még annyit sem mondtak, hogy engedelmével vagy megbocsásson, egyszerűen csak hús elvitték! Ez az a hely a Bobita Báb Színházban, amit a néző soha nem láthat. De ha ez a hely nem lenne, akkor a néző odafent sem látna semmit a színpadon. Tehát ez a műhely. Itt készül el minden, amit a tervező és a rendező megálmodik. A bábok, a díszletek, a kellékek és a jelmezek. A lányok, Anci és Erika, éppen a Halász és a Lelke című felnőtt előadás finisében vannak, és oda állt Géza is a saját műhelyében. A bábkészítésről annyit kell tudni, hogy sehol nem tanítják, legalábbis Magyarországon nem. Ami szükségeltetik hozzá szerintem két nagyon ügyes kéz, hallatlan nagyfokú kreativitás, az anyagok ismerete, és iszonyú sok-sok türelem és sok-sok munkában eltöltött év. És ha mindez megvan, akkor olyan csodák születnek, mint ez a figura itt. Ez egy buraku bábú, ami a mozgatását jelenti, keleti technikájú, méghozzá japán. A japánok ezt 15 évig tanulják mozgatni. Két-három ember nagyon harmonikus munkája szükségeltetik ahhoz, hogy ez igazán profin megmozduljon. Számomra azért kedves ez a fajta technika, mert az életem legnagyobb és első sikere egy szakmai fesztiválon, ahol egy ilyen technikai bábut mozgatunk meg a játszótársammal, a Babival, az Illés Ilonával. Nyílcini bravózást és tapsot kaptunk, és ez olyan, mint az első szerelem, amit az ember soha nem felejt el. Ami most következik, arról bátran mondhatnám, ez már csak a mesékben van. A Pécs képrovatában Kismányoki Károly régi pécsi házakról és udvarokról válogatott néhány érdekes felvételt. 1989-ben készültek. Most pedig továbbra is maradjunk a múlt üzeneteinél, de menjünk jóval régebbre. Katics Bernadett ezen a héten is kutatott a múzeumok raktárainak mélyén. A múzeum kincsei sorozatban ezúttal egy háromfülű korsót mutatunk meg. A Régészeti Múzeum tulajdonában van egy háromfülű, festett, korongon készített római edény, ami a harmadik században készült. Tömegcikk volt, mindennapos használatra készítették, de különleges körülmények között került elő. 1913-ban Szőnyi Otto és Möller István ásatásán került elő, de nem a városban, a római város területén, hanem a temetőben, egy sírból.
Ez sem lenne különös, csak hogy ebben a sírban 45 edény volt együtt, úgyhogy innentől kezdve föl volt adva számunkra a lecke, hogy kitaláljuk, talán a mai napig föl van adva a lecke, hogy kitaláljuk, hogy kerül egy sírba 45 darab edény, hiszen ez nem szokásos a római korban. Néhány edényt útravalóként a halott mellé behelyeznek, de 45 darabot sohasem. Nos, az ásatók arra gondoltak, hogy itt ebben az esetben mégiscsak valami olyan gazdag útravalót kapott a halott, ami a rangjához méltó, tehát valami előkelő embernek a sírja volt. Manapság már inkább úgy véljük, hogy ez nem a temető használatával függ össze, ez a 45 edény odahelyezése, hanem a temető előtti korszakkal kapcsolatos, vagyis arról van szó, hogy az egykori Szópiane várostól északra nem csak temető volt a római kor idején, hanem azt megelőzően ipartelepülés, például téglát vetettek, például edényt égettek, fazekasok működtek ott, és ez a 45 edény akkor készült, 100 évvel meg is előzi azt az időszakot, amikor a Szent István téren a 3-as számú sírkamra mellett 1913-ban előkerült sír datálható, tehát az a sír az 4. századi, maguk az edények azok 100 évvel korábbiak. Tehát itt most már kezd összeállni a kép, hogy azok az edények, amik ott előkerültek, valójában nem is a sírhoz tartoztak, hanem a terület korábbi iparszerű használatának az emlékei, amik már akkor is régiek voltak, amikor a rómaiak ott a 4. században temetőt létesítettek, megásták a sírt, és akkor megtaláltak 45 edényt, és talán ez nem is teljesen pontos a leírás, az 1913-as leírás, hogy milyen módon kerültek elő, valószínűleg nem is pontosan a sírba voltak, talán mellette, és így már összeáll a kép, hogy a római időszakon belül két különböző korszakról, 100 éves eltérésű korszakról van szó. Egyrészt, amikor egy fazekas műhely működött és ott, és annak emlékeiként fönnmaradt 45 darab edény, illetve később, amikor oda sírokat létesítettek. Az edényeknek az a nagyon szerencsés állapota, hogy soha nem is használták őket, hiszen depóleletről van szó, fazekas műhely depóleletéről, már elkészült az edény, kiégették, a festés is rajta volt, de igazából nem törtek el a használat közbe, és a föld alatt, mivel egy üregbe kerültek elő, nem is volt rajtuk föld, vagy nem is került rájuk semmiféle leülepedett mészréteg, tehát szinte teljes épségben láthatjuk, mondjuk, hogy 1600-1700 év távlatából ezeket az edényeket. Megtalálásuk után az edények sorsa igen változatos volt, mára már csak 1-2 darab maradt meg a 45 talált edényből. A lelet többi tagját valószínűleg elajándékozták. Egy részük már 1913-ban sem került a Régészeti Múzeum tulajdonába. Most ismét folytassuk mesékkel. Pár héttel ezelőtt mesemondó versenyt hirdetett az állatkert vezetősége. Rengeteg kisgyerek jelentkezett a megmérettetésre, nagyon sok gyönyörű állatokról szóló mesét gyűjtöttek össze, és mondtak el a zsűri előtt. Mi pedig a legjobb helyezéseket elért gyerekeket meghívtuk a Pécs TV-be, hogy az Egycsepp mese sorozatában mondják el kedves történeteiket. Az elmúlt napokban esténként ők meséltek a pécsi gyerekeknek. Most is így lesz. Donovál Márton, a verseny egyik első helyezettje következik egy palóc népmesével. A rúka meg a medve keresztelőbe. Összebeszít a rúka a medvével, hogy keresztelőbe mennek a rúka sógorahó, mely éppen most lettek meg a kölykei. De a keresztelőbe nem mehetünk üres kézzel, rókakuma. Nem, hat. Előbb szereznünk kell egy libót vagy egy tyúkot. De melyikünk menjen előbb? Erőd te, hozzol libót vagy egy tyúkot, vagy amelyik hely jobban hozzol jutsz. Aztán majd én megyek el. A medve fogta magát, elballagult szépen a falu felé. Sikerült is fognia egy libót, s vitte a szájába. Megörült a róka, mikor meglátta a medvét a szép hízott jó szaggal. Mikor melléje írt, mindjárt megkérdezte. Honnan hozod a libót, medvekuma? A medve jó kitartotta a szaját, úgy felett. Barnabul. Persze, hogy kitartotta a szaját, hát másképp nem tudta volna kimondani.
Aliba meg kiesett a szójából. A róka odaugrott, felkapta, elfutott vele a sűrűbe, felhabzsolt a nyomban. A medve egyet gondolt. Majd elbánok én is veled, csak tanulkozzunk még egyszer. Össze is tanulkoztak nem sokára. A medve szemrehányóan mondta. Róka mama, beszélni valóm van veled? Én beváltottam az ígéretemet, hoztam libát, hát most te következel. Elment a róka is szerencsét próbálni, a medve meg várta az erdő szélén. Nem sokára visszajött, egy szép hízott libával a szájába. A medve úgy érezte, visszaadja a kölcsönt, elkapja előle a jóféle csemegét. Megszólította hat. Honnan hozod a libát, róka koma? De a róka ravaszt volt, jól összeszorította a fogat, hogy a liba ki ne essen a szájából. Úgy felett. Szícsínybül. Azt hitte a medve, hogy őrök morozik, mert a róka kiejti a libát a szájából. De póró jart megint, mert a róka elfutott, ő ette meg a finom zsákmányt. Másodszor is. Ma a mese a főszereplő az Egy Csepp Pécs műsorában, de a gyerekek már tudják jól, hogy minden este fél hétkor van egy csepp mese a tévében. És persze továbbra is várjuk a mesemondókat, pécsi anyukákat, apukákat, nagyszülőket. A képernyőn látható elérhetőségeken jelentkezzenek, ha van kedvük mesélni egy cseppnyit a pécsi gyerekeknek is. Ha pedig játszani is kedvük van, akkor nézzék minden pénteken az Egy Csepp Pécs műsorát. Mai második feladványunkat Gálber Attila, a 100. mesemondója adta fel. Arra volt kíváncsi, hogy hol vannak a babás szerkövek itt Pécs közelében. Tehát nagyon sok helyes megfejtés érkezett, ezeket mutatom és küldöm most a képernyőm. Hát volt olyan, aki olyat küldött, ami nem egészen elfogadható, a Meccsek kapu, de nagyon sokan kitalálták, hogy a Jakab-hegyen vannak a babás szerkövek. Aki a leggyorsabb volt, a 37-153-99-94-es telefonszámról küldte az SMS-t, és oda is írta a nevét, Eta, gratulálunk. A nyereménye a QX az Ajándékbirodalom ajándékcsomagja, valamint emellett egy kétszemélyes belépő a Szóla Nóta című estre, ahol népszerű operettek és magyar nóták hangzanak el Kalmár Magda, Szentendrei Klára, Tóth Éva, Bokor János és Löblan Győző előadásában. Közre működik a Berki László és Cigány zenekara. A koncert április 18-án vasárnap 15 órakor lesz a Nevelési Központ színház termében. Gratulálunk a nyereményhez, jövő héten hétfőtől lehet jönni ide a média központba átvenni a nyereményeket. Most ismét egy kis szünet, de hamarosan folytatjuk az Egy Csepp Pécs harmadik részével. Visszavárom Önöket! Vasárnap ismét szavaz az ország. Az országgyűlési választások első fordulójában a három pécsi választókerületben 13 egyéni képviselőjelölt méretteti meg magát. A Pécs TV-ben vasárnap este 8:30-tól politikusokkal, politológusokkal és a választási irodák szakembereivel közösen várjuk a végeredményt. Műsorunkba Önök is bekapcsolódhatnak, és nem csak nézőként. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a már ismert elérhetőségeken. Tehát ne feledjék, élő, interaktív műsor a Pécs TV-ben a választás estején 8:30-tól. Kispályás krónika. Áprilistól hetente a Pécs TV-n. Foci nem csak kispályásoknak. Ezért bomlanak fel családok manapság, mert nem fontos a házasság, nem fontos a család. Na most egy muszlim nő a férjének él. Ezt nemrég hallottam a rádióban, nyilatkozott egy muszlim hölgy, hogy ő miért hord kendőt, és elmondta, hogy ő a férjének akar otthon tetszeni, és akkor nagyon csinos.
A nagyítás következő vendége Ingyi Denis, török származású táncművész lesz. Ne feledjék, nagyítás a Pécs TV-ben kedden 2:30. Legyenek mindig kíváncsiak. Folytatjuk az Egy Cseppécs műsorát innen a Pécs TV magazin stúdiójából újabb vendégeinkkel. Szeretettel köszöntöm Unger Pálmát és Enszabó Sándort. Sziasztok! Szeretettel köszöntöm téged és mindenkit. Ti több szálon kötöttök a meséhez, hisz nem is egy mesejátékban játszottatok, meg Sanyi, te rendeztél is, sőt a Sziporka mese színpadon a gyerekekkel is csináltatok már sok-sok mesét. Ezekről mind-mind beszélünk most a műsor harmadik részében, de először mondjátok meg azt, hogy nektek mit jelentenek a mesék. Hát, a gyerekkorunkat, egy kis elandalodást, csupa szépet és jót, és a gyerekeket, akikkel meséket játszunk, és akikkel együtt lehetünk. Mese nélkül nem is lenne igazi a világ, ugye? Pontosan erről van szó. A mese szerintem az egész életet jelenti, mert hát a mesébe mindig beleéli magát az ember. És miután részese úgy, mint az életnek, úgyhogy szerintem a mese az életnek egy szerves része. És olyan jó, hogy a mesébe a jó, az mindig elnyeri a jutalmát. Ez ebben nagyon jó belegondolni. Az egy biztos pont az életünkben. Ilyen csak a mesében van. Itt folytatjuk, de előbb játszunk még egy kört. Most zöld kinit tud következik. Jöjjön valaki, szökik az energia, énekli Forgó Morgó, a Legyen zöldebb elvilágunk országos környezetvédelmi roadshow kampány figurája, aki az energiatakarékosságra hívja fel a figyelmet. Bizony érdemes megfogni az elszökő energiát, no meg a környezetünket megkímélni az elektronikai hulladékoktól, ezért a következő 3 hétben Forgó Morgóval játszunk. A kérdéshez 3 lehetséges választ is megadok, így önöknek csak azt kell eldönteniük, hogy melyik a helyes. A kérdés így hangzik, miért energiatakarékos, ha a papír mindkét oldalára nyomtatunk? Az A válasz szerint, mert így kevesebb papírt használunk el, aminek az előállításához rengeteg fa, víz és energia szükséges. A B válasz szerint, mert kevesebb áramot fogyaszt így a nyomtató. A C válasz szerint, mert nem kell annyiszor papírt után töltenünk. Tehát miért energiatakarékos, ha a papír mindkét oldalára nyomtatunk? Az önök feladata csak annyi, hogy kiválasszák a helyes válasz betűjelét, és ezt küldjék el SMS-ben nekünk. Aki a leggyorsabban küldi a helyes választ, az nyer. Számunk ezt már tudják szerintem fejből, nem emel díjas, továbbra is 06303030140, ide várjuk a tippeket. Most pedig térjünk vissza a mesékhez. Természetesen Unger Pálma és Enszabó Sándor is mesélt az Egy Csepp mese sorozatában. Pálma csupa Mátyás meséket hozott. Most ezekből hallgassunk meg egyet. Mátyás király és a kolozsvári bíró. Hol volt, hol nem volt, Kolozsváron ért egy kegyetlen bíró. Egyszer Mátyás királynak fülébe jutott, hogy ez a bíró mennyire sanyargatja a szegény népet. Hát hamarjába Kolozsváron termett, hogy saját szemével győződhesse meg az igazságról. Áruhába öltözött, zsongyos gúnyájában leült a bíróházával szemben egy hídra. Egyszer csak jön egy hajdú és ráförmed. Mit lapod itt a napot, te nagy orrú? Nem tudod, hogy a bíró úrnál mennyi munka van? Mennyi a fizetség? Kérdezte Mátyás. Gyere a bíróhoz, az majd megmondja. A bíró a tornácon heverészett. Mi a fizetség, bíró úr, a fahordásért? Kérdezte Mátyás. Majd mindjárt megtudod, hogy ha 25-öt vágatok a farodra, mordult rá a bíró. Takarodj fát hordani. Mit tehetett a király? Egész nap hordta a fát. De 3 hasáb végébe belevéste a nevét, Mátyás, Mátyás, Mátyás. Este fáradtan, éhesen, újra csak a bíró elé állt. Bíró uram, fizesse meg az egész napi fáradtságomat. Hű,
Mit tehet a naplopó, te gazember? Vágjatok rá 25-öt! Adta ki a parancsot a bíró. Hajduk egy minuta alatt lekapták a 10 körmérő lőfelségét, s 25 botütést mértek rá. Szorította a fogát, Mátyás erősen megfogadta, ezt még visszaadja a bírónak. Ahogy a deresről megszabadult, sietve sietett Budára. Néhány nap elmúltával, fényes kísérettel ismét Kolozsvárra látogatott. A bíró alázatosan hajlongott előtte, így felséges királyom, meg úgy felséges királyom. Mátyás egy darabig tűrte, de a szeme villámokat szórt. Sok szép fája van, bíró úr, mondta a király. Honnan szerezte be kegyelmed? Kedves jobbágyaim ajándéka, szerénykedett a bíró. És ki hordta be ezt a temérdek tüzelőt, kérdezte Mátyás. A bíró feszengett szorultságában, és ezt mondta, ó, hát az itteni szegények szívességből behordták. Dobjátok szét a farakásokat, adta ki a parancsot Mátyás a katonáknak. 3 hasábra ráírta a nevedet, amikor 3 hete én is szívességből itt hordtam a fát. Még most is kék a hátam a bíró úr mogyorófa hájától, amivel a hajdúi megkeregettek. A bíró csak hápogott ilyettében. A fahasábok hamar előkerültek. Mindegyiknek a végén ott állt Mátyás, Mátyás, Mátyás. Akkor a bíró térdre esett. Grácia fejemnek, felség! Nincs kegyelem! Hétvány féreg, megbotoztattál, mert a fizetségemet kértem. A népemet ingyen dolgoztattad. Akasztófa lenne a méltó jutalmat. Én beérem azzal, hogy mindenedből kifosszanak, hitvány szolgáidból, az országból kitakarítassanak. Híre ment az országban hamar, hogyan lakult meg a kolozsvári bíró a gonosz tetteiért. A gonoszok ettől megrémültek, meglapultak, nem merték többet sanyargatni a népet, míg Mátyás király volt az uralkodó. Mióta Mátyás meghalt, oda az igazság. Ti nagyon szerethetitek a Mátyásos meséket, hiszen mind a ketten hoztatok ebből jó párat, és ráadásul egy különleges verziót, Kóka Rozália volt a szerzője mindegyik mesének. Miért kötöttök ennyire Mátyás király meséjéhez? Hát én nem is tudom, gyerekkorunkban nyilván sok Mátyás mesét olvastunk, meg hallgattunk, meg a gyerekszínházunkban az első, a 26 évvel ezelőtti első bemutatónk, az Aranyszőrű bárány volt, az volt az első színpadra állított gyerek előadás. És hát az is egy Mátyás mese. És hát Móra Ferenc, nekünk még tananyag volt Móra Ferenc, aki rengeteg Mátyás történetet írt, és Szép Ernő is írt egy csomó Mátyás mesét és történetet, ilyen színpadi feldolgozásokat is, és ezek nagy élmények voltak nekünk régen is, meg most úgy is. Úgy gondoljuk, hogy a mai gyerekeknek is jó, hogyha megismerik ezeket a szép meséket. Az olyan jó érzés, hogy létezik igazságos király, ugye? Igen, bizony jó érzés. De egyébként, ahogy említettem is a műsorblokk elején, hogy ti nagyon sokat játszottatok is mesejátékban, megrendeztél is, Sanyi. Pálma, téged a Bors néniben láthattunk most legutóbb, ugye? Igen. Mutatunk is majd ebből egy pici részletet, meg néhány pillanat felvételt az előadásból, hogy milyen voltál te, mint Bors néni. Igen. Szerettek gyerekeknek játszani, gyerekeknek színházat csinálni? Igen, nagyon. Hogy hát olyan őszinte megnyilvánulások vannak a nézőtéren, hogy az többet ér, mint a közönség fanyalgása, hogyha őszinte lehetnek. De nem is olyan könnyű gyerekeknek játszani. Nem bizony, mert ők azonnal reagálják. A gyerek rögtön észreveszi a gyerek, hogyha a színész hamisan szólal meg, vagy nem őszintén játszik. Rögtön észreveszi. Nagyon érdekes. Tehát ott folyamatosan szinten kell tartani a figyelmet, mert különben egyszerre elveszti a fonalat, onnan vége. Ez pontosan ugyanolyan dolog, mikor egy édesanyja mesél a kisgyerekének, amikor már a kicsi olyan korban van, hogy lehet neki esti mesét mondani, akkor bizony egy anya átéli azt a történetet, amit a gyereknek mesél, mert különben nem tudja lekötni, nem tudja úgy szugerálni, hogy úgy mondjam, a gyereket, hogy aztán végül is álomba szenderüljön. Közben itt vannak a képek a Bors néniből. Pálma, te Bors nénid miről szól? Kérlek szépen, ez egy nagyon érdekes előadás, Steiner Zsoltika rendezte, és
Ebben az az érdekesség, hogy tulajdonképpen ez egy nem mondható el a történet, mert nincsen igazi történet, ez a Nemes Nagy Ágnes versek füzére, ami egy ilyen laza kis cselekménnyel van összehozva, hogy mégis követhető legyen a gyerekeknek. Ebben a borsnéniség ami játszható, egy ilyen melegszívű, szeretetteljes anyóka, nagymama, egy lény, egy kedves lény, akit vagy megszeretnek a gyerekek, vagy nem, mert nincs olyan izgulnivaló meseszövés, amit követni tudnának, mert hiszen állandóan a verseket mondjuk, és ezekhez kellett összeszerkeszteni egy játékot, ami közös a gyerekekkel. Érdekes, és jó játszani, és szeretik. Először aggódtunk, hogy talán nem fogják szeretni, de nagyon szeretik a gyerekek. Műsoron van még ez az előadás? Igen. Tehát akkor még mehetnek a gyerekek, akik esetleg nem látták. Jöjjenek. És Sanyi, te most miket rendezel, vagy csinálsz olyat, ami gyerekekhez kötődik? Hát én most persze egyedül a Sziporka Gyerekszínházban az, amit megrendeztem most. Legutóbb ez a Marsaknak a 12 hónapjából írtam egy rövid mesejátékot, mert van ennek egy színpadi változata, de ez egy háromfelvonásos monstre színű, amit hát mi úgyse tudnánk eljátszani. Technikailag sem megoldható, meg nincs is annyi gyerek, illetve hát gyerek volna, csak most ez az, amit a gyerekeknek sem. De egyébként a Pálmával változatlanul járunk különböző vidéki városokba, meg falvakba, mert hívnak gyerekműsorokkal bennünket. A Sziporkáról beszéltetek, ez nagyon nagy idő, ez a 26 év, szóval akkor volt az első bemutató. Igen. Nekünk ilyen régről nincsenek archivált felvételeink, viszont egy 5 évvel ezelőtti előadást most előszedtünk, úgyhogy most idézzük fel a Csizmás Kandúr hangulatát. Változtat engem a hollufenyges néma bagolyjá, akkor hogy a Csizmás Kandúr meg a Lackó a királylánnyal találkoznak. A királylány falba esik, és akkor ki kell szabadítani, meg akkor mindenféle veszélyen sodrónak át, meg akkor néha balesetek is vannak. Hát például, amikor jönnek a rablófiúk, és akkor ott megfenyegetik a királylányt, a királyt, hogy ide a pénz, meg hogy elrabolják a kincseiket, meg hogy a láncát, meg hogy a királylányt is elvarázsolja a hollufenyiges. És utána a Lackót is, vagy előbb a Lackót, és utána a királylányt. Nagyon bonyolult ez a történet. Úgy van, hogy amikor a rablókkal találkozunk, azt tettetik, hogy ráesett egyiknek a fa lábára, és így valójában csak ki akarják rabolni a királyt, meg a királylányt. És leütik a védelmezőiket, mondjuk engem, meg a gazdámat, a Lackót. Te vagy a Csizmás Kandúr? Igen. Cicuska, eredetileg Grimm mese, de ennek a népmesei változata is, és a kettőből gyúrtuk össze, és írtuk meg, mert eredetileg ennek összesen 5 vagy 6 szereplője van tulajdonképpen, de hát minek után egy 42 művész serénykedik a színpadon váltott szereposztásba, úgyhogy muszáj volt beleírni 11 szerepet. Van benne feldúsított király is, az, hogy szereplő. Nem, királyné, írtunk bele királynét, ami nincs benne, írtunk bele két udvarhölgyet, írtunk bele két rabló lányt, akkor írtunk bele, igen, az egeret is beleírtuk. Én nyulat láttam oda. A nyuszika is van, hát ez nyuszika néma szereplő volt, de itt beszél természetesen. Igen, egy pár mondatot adni a szájába. Tehát mindenkinek van szerepe. Mindenki dolgozzon kellőképpen. Ó, de kedves aranyos kis
azt mondanám, nyuszi. Hát ez a Csizmás Kandor 5 évvel ezelőtt történt, igen. Nagyon jót derültetek rajta. Ezek a gyerekek azóta már jó, meg sőt már nyugdíjasok is, nem? Ó, hát a legtöbb ilyen nyugdíjas. Ez hogy veszik a gyerekek, amikor nektek nyugdíjaznak? Tudnak róla. Nagyon szomorúan készülnek a nyugállományba. 12 évesen elküldjük őket, akkor már fontosabb az iskolai... Mert a 7. osztály az már a továbbtanulás szempontjából fontos. És úgy nyomon követitek az ő sorsukat? Tehát itt a gyerekek, akik most feltűntek a képernyőn, tudjátok, hogy mi lett velük? Hol vannak? Mit csinálnak? Nagyon sok gyerekről, igen. Sőt, felnőtt korukban is nagyon sokszor. És ők meg is keresnek sokszor bennünket. Valaki úgyhogy... följön hozzánk, és elmeséli, hogy hol tart az életében. És nagy örömmel látjuk, hogy bizony azok a gyerekek, akikkel mi foglalkoztunk, nyilván nem azért, mert mi foglalkoztunk velük, csak hát, hogy hát a mi látókörünkben voltak egy időben, hogy azok nem kallódnak el. Én... Nagyon büszke vagyok rájuk. Hát igen, nem is az a fontos, hogy ő belőlük színészek vagyok. Jaj, egyáltalán nem. Mert ugyanis ez nem színészképző, nem színitanoda, ez egy színjátszó szakkörként működik. Tehát gyakorlatilag mi csak szerepekre válogatjuk a gyerekeket. Nálunk nincs színész oktatás. Aki ügyes, az beválogatjuk, aki nem, az ott lehet a háttérben, ha akar, de... Igazából nincs nálunk színészképzés, nem is tereljük a pálya felé a gyerekeket. Aki akar, az úgy is színész lesz. És van is közülük sok, aki itt ott a pályán megtalálható. Most akkor mutassunk néhány ifjú tehetséget a mostani sziporkások közül. Következik egy beszámoló a legfrissebb premierről. A Sziporka Színpad pár hete mutatta be a 12 hónap című mesét az Ifjúsági Házban. Ez egy őrültek háza, ilyenkor pályán bemutatva előtt, hát ez mese nincs, ugye, mégis csak 41 gyerek van, de hát akárhogy nézzük. A színfalak mögött tapintható volt a feszültség, de a nézőtéren is anyukák, apukák és nagyszülők izgultak apróságaikért. A gyerekek a Csoda az Erdőn című mesejátékot adták elő a hétvégén. A Sziporka Gyermekszínház bemutatóját az Ifjúsági Házban tartották. Nagy lehet a közönség, és hát nagy lehet akkor a siker, úgyhogy nagyon jól csináljuk. Unger Pálma és Enszabó Sándor csaknem negyed százada foglalkozik színészpalántákkal. Szinte teljesen újjá szerveződött a társulat, mert kiöregedtek ugye az előző tagok, mert 12 éves korban nálunk nyugdíjazás van, ugye? És hát egy csomó öreget el kellett engednünk, akik már nagyon jól begyakorolták magukat, és remekül szerepeltek, és most egy csomó új van, akiknek meg kell mindenfélét tanulniuk, ami hát itten a színészethez kell. Tapsi füles, papucs kéne, három öles! Attól lesz a nyuszi, láthassam, ez is lába, hóban mászak. Az instrukciót van, aki könnyebben veszi, van, aki nehezebben veszi. Van, aki nem olyan tehetséges, de nagyon jól veszi az instrukciót, és mindent meg tud csinálni, amit kért tőle az ember. Előjátszani ugye nem akarunk, mert nem akarjuk ugye, hogy itten Pálma nénik meg Sanyi bácsik szaladjának a színpadon. Mindenki a saját egyéniségéből próbáljuk kihozni azt, ami benne van. Ez aztán vagy sikerül, vagy nem, de hát reméljük, hogy sikerül. A mesejáték Samuel Marsák 12 hónap című meséje nyomán Enszabó Sándor átdolgozásában került színpadra. Lesz még előadás belőle? Meg lehet még nézni? Hogyne. Aki most kedvet kapott? Hogyne, még áprilisban 3, májusban 3, úgyhogy még 6 előadás lesz belőle. Egyébként hogy válogattok mesét a Sziporka repertoáriára? Mi alapján? Az igazság az, hogy most már egyre nehezebben, mert régen még, amíg... hagyományosabb volt a tananyag, addig olyan meséket, főleg magyar népmeséket, illetve hát olyan irodalmi anyagból készült színpadi dolgokat csináltunk, ami kapcsolódtak a tananyaghoz, legalábbis az alsó tagozatos tananyaghoz, Móra Ferenc, Móric, Ludas Matyi, stb. De hát most már egyre nehezebb, annál is inkább, mert ugye megváltozott az oktatásnak a struktúrája egyrészt, másrészt pedig annyi a gyerek, hogy muszáj a 8-10 szereplős darabokhoz még szerepeket írni, hogy mindenkinek jusson egy pár mondat azért, ha már bemegy a színpadra. Hát reméljük, hogy még sok évig él a Sziporka színpad, és sok-sok kisgyerek részesül majd ennek a játéknak az örömeiből. Most hirdessünk nyertest, hiszen mindjárt vége a műsornak.
Pontosabban akkor szeretném megmondani, hogy mi is volt a helyes válasz. Ugye a kérdés úgy hangzott, hogy miért energiatakarékos, ha a papír mindkét oldalára nyomtatunk. Az ABC válasz közül a helyes, vagy 1-es, 2-es, 3-as közül a helyes az A, vagyis az első megfejtés volt, mert így kevesebb papírt használunk el, aminek az előállításához rengeteg fa, víz és energia szükséges. És a nyertesünk, aki a leggyorsabb volt, a 30-72-92-165-ös telefonszámról küldte az SMS-t, természetesen a helyes válasszal. Ami pedig az ajándékot illeti, ez egy forgómorgó ajándékcsomag lesz, és az állatkertbe érvényes belépő, amit a nyertesünk nem nálunk vehet át ezúttal, hanem április 22-én, vagyis a földnapján, 11 órakor a Pécsi Nagy Lajos Király úti parkolóban, a múlt és jövő házánál, ahol ott lesz forgómorgó is. Gratulálunk a nyereményhez, gratulálunk a megfejtéshez. Pálma és Sanyi, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Kívánom, hogy még nagyon sokat meséljetek a nagyon gyerekeknek. Szépen. Köszönjük szépen. Ezzel búcsúzik az Egy Cseppécs magazinja, de egy hét múlva ismét jelentkezünk. Itt a tavasz újjáillad, a természet, mindannyian a szabadba vágyunk. Az erdők, mezők, a kirándulások világa lesz a főszereplő a következő műsorban, és első epizódjával jelentkezik a Deszka, a Diák Színjátszók magazinja. Vendégünk lesz Závodszky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója, és persze lesz játék és mese is. Addig is ne feledjék, műsorunkat péntek éjszaka, vasárnap este 7:30-tól és hétfőn napközben is megismételjük, sőt, akár internetes archívumunkban is megnézhetik a Pécs TV honlapján, a videótárban üssék be a keresőszót, Egy Csepp Pécs. Köszönöm, hogy velünk voltak, szép estét kívánok, viszontlátásra!